Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Minden hónapban megjelenik az ingyenes hírlapom. Itt minden hónapban van egy új téma, leírom azt asztrológiailag, mi várható a következő hónapban, azon kívül bemutatom a havi angyalt. Minden hírlapnál van egy kedvezményes jóslás azok részére, akik ezt az ingyenes hírlapot megrendelik. Most ez a jóslás lesz a kedvezmény a belső istennőd, és itt Vénusz bolygóról, a nőies energiáról van szó. Ennél a kedvezményes jóslásnál meg lesz ez a kirakás, ahogy most itt mutatni fogom, és ehhez jön egy asztrológiai elemzés, ahol kitérek a Vénusz bolygó energiájára, a nőiességedre, a kreatív tevékenységedre, a szerelemre, hiszen Vénusz bolygónál a szerelemről is szó van. Ez a jóslás asztrológiával 9000 forint lenne, de azoknak, akik megrendelik ezt az ingyenes hírlapot, akkor ez fele áron kapható, tehát 4500 forintért. Ez a kirakás és hozzá az asztrológiai elemzés együtt 4500 forintért. Az e-mail címem newsletter@denderasuzannamedici.com. Úgy gondolom magyarul et az kukacot jelent. Tehát még egyszer newsletter@denderasuzannamedici.com. És most megnézzük ezt a jóslást, a belső istennőd. Ez a kép itt fent utal a te jelenlegi helyzetedre. Ez nem a nőies energia, hanem a férfias energia, tehát itt a lelki társadról van szó. Mit csinál ez a férfi? Ott ül kényelmesen és figyelget téged. Csodál téged. A kezében van ez a bot, és az azt jelenti, ő cselekedni fog. Azon kívül utal a tűz elemére, az ő bátorságára, a lelkesedésére, és a testi kapcsolatra is. A következő kérdés az, hogyan látnak mások téged, különösen, ami a nőiességedet illeti. Ezen a kártyán megjelenik az egész világ. Az lehet, hogy van egy hódolót külföldről, vagy ez a férfi most külföldön van. Azt is jelentheti, hogy itt lesz egy közös utazás. Vagy mások úgy látnak téged, hogy te nyitott vagy. Nem csak ami a párkapcsolatot illeti, hanem sok minden érdekel téged. Ezen a képen látható a négy irány. Észak, dél, nyugat, kelet. Látható a négy elem, a tűz eleme, a víz eleme, a levegő eleme és a föld eleme. Ez az egész. Tehát úgy egészében látod a dolgokat. Vagy mások úgy látnak téged, hogy nem csak a külsődre figyelnek oda, hanem a személyiségedre is. Az egészet látják. Amit ez a kép még jelent, a négy évszak, tavasz, nyár, ősz és tél, és ha ezt összeadjuk, akkor az egy év. Tehát mások úgy látnak téged, hogy egy éven belül sok minden történt nálad, voltak változások. És milyen változások lesznek még?
Erre utal a következő kártya. Itt az ötös szám. Vagy azt jelenti, hogy te már lezártál valamit, és lesz egy új kezdet, egy új irány. Nem könnyű, hiszen itt vannak még kihívások. De ezen az úton fogsz haladni. Amit ez a kártya még jelenthet, a befolyások, a külső befolyások, ezek lehetnek kapcsolatok is. Mivel ennél a jóslásnál a nőiességről, a szépségről van szó, lehet, hogy te összehasonlítod magadat másokkal. És akkor megvan ez a belső nyugtalanság, mert úgy érzed, hogy mások jobbak, vagy szebbek, mint te vagy. De légy olyan, amilyen vagy, és légy erre büszke. A következő kártyán látható lesz a Vénusz bolygó hatása, és hogy hat ez ki rád. Itt az érmék jelentik a pénzügyi dolgokat, lehet, hogy veszel valami szépet magadnak, az is a Vénusz bolygó energiája, ez a luxus. Jelentheti a munkát is, egy kreatív tevékenységet, de amit az érmék még jelentenek, a belső értékek. Te értékes vagy arra, hogy elfogadd ezt a szerelmet, hogy éld ezt a kreatív tevékenységet, éld a nőiességedet. Te itt még tanulsz valamit, lehet, hogy figyeled, hogy mit tudnál másoktól tanulni, de azért maradj magadnál, éld a saját személyiségedet. Amit ez a kép, illetve ez a papír, tekercs jelenthet, hogy mások megpróbálnak beleavatkozni a dolgaidba, előírják azt, hogy mit tegyél, vagy hogy öltözködj, hogy sminkeld magadat. Figyelj oda arra, hogy mi az, amit te szeretnél elérni. És a következő kártya azt fogja jelenteni, hogy mi gyengít téged. Ez a saját hited, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak. Ez a hölgy mutatja a nőies energiát. Tehát itt a szerencse, itt van nálad ez a nőies kisugárzás. Ha hiszel ebben, akkor erősíteni fog. Ha nem hiszel ebben, akkor gyengít téged. És most megnézzük a következő kártyát. Mi vagy ki ad számodra erőt? Itt a holdról van szó, az anyai érzelmekről, az álmokról, az álmodozásokról, a vágyakról, és a hold uralkodik az érzelmeid felett, a saját álmaid, a saját érzelmeid erősíteni fognak téged. A következő kártyán látható újra az érzelem. Itt megint ez a férfi látható a képen, ugyanúgy, mint itt a jelenlegi helyzetnél. Itt lesz egy új irány, hiszen ez a férfi egy új irányba tekint. A kettes szám azt jelenti, hogy te és ő. Itt kialakul egy párkapcsolat. És te ezt így érzed. Itt előtte a hajók jelentik az utazásokat. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, de ez az utazás lehet egy belső út is, egy spirituális terület, vagy egy lelki út, hogy a lelketek összetartozik. Az is lehet, hogy itt egy kármikus szerelemről van szó, hogy ismeritek egymást a korábbi életetekből. És a gondolatok, azt ez a kártya mutatja, itt lesz egy új kezdet. Ez legyen a gondolatod. A tízes szám azt jelenti, itt ezen a kártyán indul egy új periódus az életedben. Itt láthatóak a kelyhek, tehát érzelmekről van szó. Itt van a boldogság, a kiegyensúlyozottság, a jólét, a gyermekek, lehet egy család alapítás.
vagy a gyermekek jelenthetnek egy új kezdetet, hiszen ezt is szimbolizálják. És most megtekintjük azt, mi várható a következő 3 hónapban. Március hónap itt látható. Ez a visszahúzódás. Lehet, hogy kell számodra most a nyugalom. Vagy tanulsz valamit, kell ehhez az idő. Vagy ez a visszahúzódás jelzi a spirituális területet. Esetleg azt is jelentheti, hogy ő most kicsit visszahúzódó, elgondolkozik a dolgokon, hogyan tovább. Mi várható április hónapban? Itt megjelenik a tűz eleme, a lelkesedés, a bátorság, de ezek a botok fogva tartanak még téged. Benne vagy még egy olyan helyzetben, vagy ő, vagy mindketten, egy helyzetben, ami fogva tart benneteket. Április hónapban az a fontos, hogy ebből kilépjetek. Legyen meg a felszabadulás érzete. Ez lehet egy bizonyos helyzet, vagy kapcsolatok, vagy félelmek, bizonytalanságok, hiszen ezek az érzelmek is fogva tartanak bennünket. Május hónap itt látható. Itt az igazságról van szó, vagy az igazságtalanságokról. Ez lehet egy bírósági ügy is. De a mérleg itt a hölgy kezében az szimbolizálja a párkapcsolatot is, az is fontos, az igazság, a párkapcsolat, és a kezében ez a kart utal komoly és fontos döntésekre. És ez fog történni május hónapban. Ez volt ez a jóslás a belső istennőt. Ha szeretnéd ezt a jóslást asztrológiával együtt megrendelni, ahol megtekintjük a Vénusz bolygó hatását nálad, ez természetesen megoldható, e-mailen keresztül meg tudjátok ezt rendezni, a díjam 9000 forint lenne, de akik megrendelik nálam az ingyenes hírlapot, azok megkapják ezt a jóslást asztrológiával együtt fele áron 4500 forintért. Az e-mail címem newsletter@dendera-szuzanna-medici.com. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!